Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Szeretett testvéreim, a búcsú beszéd az apostolok szívének nyugtalanságából indult ki, és az evangélista most azzal szembeállítja Jézus békéjét. A békesség nektek köszöntés használatos volt, de Jézus nem elégszik meg a köszöntéssel, a kívánással, hanem konkrétan odaadományozza az ő békéjét. A próféták látomásában a béke már az üdvösség teljessége. Az egyház megértette, hogy Jézus eljövetele ennek a megvalósulása. Ezért is a feltámadáshoz szóló evangéliumi részletekben feltűnően ismétlődik a békével való köszöntés. Arra külön nem tér ki Jézus, hogy hogyan adja ezt a békét. Számít arra, hogy a tanítványok majd megélik maguk, ha feltámadásában felismerik őt igazi kiléte szerint, és meglátják győzelmét a bűn és a halál felett az ő feltámadásakor. Arra azonban Jézus kitér, hogy nem úgy adja a békét, ahogy a világ adja azt. A világ legfőjebb úgy adja, hogy valamilyen örömével leköt bennünket, és elfeledteti bajainkat, amelyek azután újra és talán még kínosabban eszünkbe jutnak. Jézus békéje az a tudat, hogy ő az, Atya küldetésében jár, az ő tervét valósítja meg, azért életének megvan a célja, és meg lesz a biztos győzelme. Legyünk nyitottak és befogadóak Jézus békéje iránt. Amen.